A Szekszárdi Zeneiskolás nap előtörténete az, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola három fúvós tanára, akik 1985 óta tanítják a növendékeket, úgy gondolták, legyen egy olyan nap az iskolában, ahol a régió legtehetségesebb diákjai és tanáraik adhatnak egymásnak randevút. Ennek több mint 20 éve. És azóta így három évenként megtartjuk. Úgy néz ki, hogy ezt a kollégák is megszerették, mert egyre nagyobb létszámba jelennek meg a fiatalok, meg a kollégák is itt ezen a találkozón. Miért fontos? Hát, hogy megismerjük egymást, megismerjük, hogy a szomszédvárba ki hogy dolgozik. Azelőtt ugye régebben, amíg nem nagyon volt, hogy valaki külföldön tanult, nem nagyon jöttek be új módszerek, ismertük egymást, de most már a fiatalok a világ minden részéről tanulnak, jönnek, hozzák az új módszereket, az új darabokat, az új ismereteket, és hát jól esik így néha találkozni. Ugye sokakkal régen együtt muzsikáltunk, vagy évek alatt, most is itt leültünk, sztorizgattunk, mi volt ekkor, mi volt akkor, hogy szólt akkor a muzsika, hogy szól most a muzsika, néha jól esik így összejönni a szakmával. Persze versenyez a javából, a barátság mellett, és arra is alkalmas, hogy a tehetségek újabb fellépési lehetőséget kapjanak. A szakma szempontjából több okból is nagy jelentősége van egy ilyen versenynek. Most országosan zajlik ezeknek a versenyeknek a szezonja. Minden ilyen megyei verseny előképzettsége egy országos versenyre, amit novemberben rendez meg az oktatási hivatal. Tehát első sorban ez a verseny azt a cél szolgálja a gyerekeknek, hogy akik ott majd egy országos megmérettetésen indulni fognak, azok kellőképpen fel tudjanak készülni, kellőképpen színpadi rutint tudjanak szerezni egy ilyen megyei szervezésű versenyen keresztül. Egyébként másokból is sok-sok szempontból jelentősége van egy ilyen versenynek. Egyrészt a gyerekek színpadkészsége, színpadi rutinja fejlődik, másrészt megszokják azt a légkört, ami a színpadon van, megtanulnak behangolni, megtanulnak viselkedni, és ennek nem csak az az előnye, hogy egy ilyen versenyen szépen csiszolódik ez a technikájuk, hanem például egy továbbtanulás esetén egy egyetemi előadást kell tartaniuk, akkor ez megfelelő tapasztalatot kellő rutint szerez a gyerekeknek egy ilyen verseny. A megyei versenyek azért különböznek bizonyos mértékben az országosról. Tehát ezt úgy is nevezzük, hogy találkozó. Tehát van egy kis különbség a verseny és a találkozó között. Ide olyanok is jönnek, akik esetleg az országos versenyen nem jutnak el. Tehát nagyobb tömegekben szoktak idejönni, tehát olyanok is, akik lehet, hogy nem a legtehetségesebbek, de azért szeretnek muzsikálni, szeretnek versenyezni attól függetlenül, hiszen ez a szakma, a zeniszakma erről szól, hogy meg kell méretni magunkat. A zenészek egy ilyen álszent társaság, mert ugye mi nem sportolók vagyunk, mi nem versengünk, de hogy is nem. Korban a zsűri elvárása már az egy nagy dolog, hogy egy gyerek fel tud készülni két különböző stílusú darabbal egy ilyen versenyre. Ezeket a darabokat megtanulja kotta nélkül, ehhez próbálni kell, ehhez rengeteget kell gyakorolni, ki kell állni a színpadra, és az 5-10 perc, amit a gyerek a színpadon tölt, az nagyon-nagyon
pontos koncentrációval kell, hogy elteljen. Úgyhogy a zsűri már akkor, hogyha ilyen gyereket látunk, akkor nagyon-nagyon elégedett, de ezen kívül természetesen mi azt is figyeljük, én mint egy középiskolai tanár is, hogy ki az a néhány növendék, aki alkalmas arra, hogy zenei pályán tovább tanuljon. Tehát akiben valami plusz van, akiben egy zenei tehetséget látunk, aki nem csupán technikailag tudja magát hozni, hanem bele tud tenni egy olyan pluszt, amit igazából nem is lehet tanítani, amit vagy kapunk a Jóistentől, vagy bármi mástól, nevezhetjük genetikának, bármi másnak. Tehát ezeket a gyerekeket próbáljuk mi kiszűrni egy ilyen alkalommal. Drukkol a gyerek is, és drukkol a tanár is, és hát meg kell, hogy mondanom, ez eléggé megterheli az embert. Főleg az ember fiatalon úgy gondoltam, hogy ilyen idős korban már szakmáról mindent tudni fogok, nincs fönn, nincs lenn. Közben pedig, ahogy jobban telik az idő, az ember úgy jobban izgul, a gyerekért is, saját magáért is, egyáltalán a rendezvényért is. Igen, van druk, nem is kicsi. Igazából ez egy visszacsatolás ennek a sok-sok munkának a végén. Ez a verseny, ez számomra is nagyon fontos. Szerencsére most már a harmadik alkalommal tudok elindulni az ötödik korcsoportban. És hát az egyik legcsodálatosabb az egészben az, amikor 12 év tanulás után, ugyanis Szili Lajos tanárulnál 12 éve tanulok és dolgozok vele együtt, 12 év után is ugyancsak itt a zeneiskola falait között tudom magam megmutatni, és hogy a tanárulnak is meg tudom mutatni a fejlődésem folyamatát. Nagyon sokat jelent nekem, és a darabjaim is nagyon sokat jelentenek mind a tanárulnak, mind nekem. Nos, Kovács Szabó Áron munkája és együttműködése a pedagógusokkal ezúttal beérett, hiszen ő lett az idei trombitásnap fődíjasa.